A mától érvénybe lépő törvényre alapozó kormányhatározattal szabályozza a készenléti állapotot az Orbán kabinet, ezt ma reggel jelentette be Ludovik Orbán miniszterelnök. A 2020-as évi 55-ös számú törvény előírásai alapján rendeli el a kormány a készenléti állapotot. Szokatlanul korai órában tartott ma reggel kormányülést a Ludovic Orbán vezette kabinet. A sietségnek a szükségállapot megszűnése utáni helyzet szabályozatlansága volt az oka. A miniszterelnök azt mondta, a helyzet jogi elemzése alapján arra a döntésre jutottak, hogy kormányhatározattal a ma életbe lépő a parlament által múlt héten megszavazott törvény előírásait veszik a készenléti állapot alapjául. Annak érdekében, hogy az eljárás minden szempontból törvényes legyen, az Országos Vészhelyzeti Bizottság 25-ös számú határozatát vettük a kormányhatározat alapjául. A kormányhatározat elfogadásával gyakorlatilag folytatódik a készenléti állapot, amely a Vészhelyzeti Bizottság határozata alapján lépett érvénybe, hogy úgy fogalmazzak, a szükségállapotból maximális szintű készenléti állapotba léptünk. Ugyanakkor a törvény most már minden eszközt a kezünkbe ad, hogy biztosíthassuk az intézkedések, az emberek egészségével, és életét megóvó rendelkezések betartását. Hozzátette, ma estére összehívta az Országos Vészhelyzeti Bizottságot, hiszen a készenléti állapotot elrendelő kormányhatározatban szereplő intézkedések részét a bizottság javaslatára kell elfogadni. Csütörtök az Orbán kabinet a 2004-es évi 21-es kormányrendelet alapján hirdette ki a készenléti állapotot, alkotmányjogászok szerint azonban ezzel megszegte az alaptörvényt. A készenléti állapot ma elfogadott kihirdetését öt napon belül a parlamentnek is jóvá kell hagynia.